Ismét powerplay fog következni még hozzá Lone Star játék módban a Not So Safe pályán, úgyhogy nem túl biztonságos lesz nekünk ez a pálya szerintem, ezért fogok olyan karakterrel menni, amivel láthatatlan vagyok, amivel nem tudják, hogy hol tartózkodom és honnan jövök, szóval nem mással fogok menni, mint Leonnal bizony. Ki fogjuk próbálni vele, hogy milyen, ugyanis szerintem Lone Starban nem olyan rossz a Leon, de hát meglátjuk, hogy mennyi Leon lesz a játékban, mert ha mindenki azzal jön, akkor például elég érdekes lesz, és hát talán az egyik olyan játékmód egyébként a Lone Star, amit annyira én nem kedvelek, úgyhogy most egy kicsikét félek, ráadásul ugye most már itt nem lesznek csapattársak, hanem teljesen egyedül kell valamit összehoznom, úgyhogy meglátjuk, hogy így hogyan fog menni, mert már nagyon hozzászoktam a 3v3-as játékmódokhoz, meg ahhoz, hogy együtt játszunk, szóval kíváncsi leszek rá, hogy mit tudunk kihozni belőle, aztán meg majd meglátjuk, hogy változtatunk esetleg azon, hogy Leonnal játszunk, meglessük, hogy hogyan sikerül az első ilyen meccsünk, aztán pedig majd eldől, hogy lesz-e változtatás, úgyhogy csapjunk is bele, srácok, küldjétek a pozitív energiát, illetve írjátok le komment szekcióban, hogy nektek hogyan sikerült amúgy maga ez a power play játékmód a mai nap folyamán, hogy hogyan álltok éppenséggel, aztán én meg próbálok valamit kihozni ebből az egészből, és lehetőleg legtöbb ilyen fightba belemenni, ahol esetleg lovasak az ellenfelek, nagyon jó az a Mortis, nagyon jó is lenne levadászni akár, vagy felvinni valahogyan a szuperemet, hogy utána tudjak ugye vadászni ezáltal, hogy steeltbe megyek mondjuk, de a Rikóra is rá lehetne pördülni, főleg úgy, amikor lovos lesz, de hát sajnos a Báli vitt el, és a Báli az engem ugyanon tudna ugyanúgy csesztetni, úgyhogy megpróbálom egy kicsit messzebbről lövöldözni folyamatosan, meg Anitára is rá lehetne simán fordulni, főleg úgy, hogy a Dynamite az folyamatosan eltalálja, és szépen fel is vitte, és majdnem meg is ölt engem, de közben nem sikerült neki, és a Jessie talál olyan messziről azt a mindenit. Hát lehetséges, hogy ezen a pályán annyira nem lesz jó a Leon, ahogyan látom, hiszen nem nagyon tudtunk belemenni még eddig semmibe se, egy fightba se, és semmi találtunk oda az enemikhez közelről, hogy ford meg lehessen őket ölni esetleg, viszont el tudtam nyomni a szuperemet, és valakire rámehetek, és azt levadáztuk, igen, van egy killünk, de az nem elegendő ahhoz, hogy most ezt lehozzuk, és nagyon szépen Dynamite dobott ott egy hatalmasat, amivel majdnem meg is ölt engem, és sikerült is kinyírniuk engemet, hiszen ugye hát folyamatosan falakkal vannak elválasztva, és nagyon szépen be tudnak dobálni, úgyhogy eddig nagyon úgy néz ki, hogy a Leon az kriminális eset most ezen a pályán, és nem sok mindent tudok vele kezdeni, hiszen amúgy eléggé nagy range-ek vannak itt Bush és Bush között, szóval nem tudunk oda menni az enemyhez, és nem tudjuk őket rendesen megdarálni, meg nem igazán láttunk olyan helyzeteket, ahol esetleg egymás ellen harcolnának, és be tudnék menni utána plusz valahova, és kiszedni őket. Mondjuk a Mortis esetleg ránk is jöhet. Az a probléma, hogy mindenki távol tartózkodik, és nem találom meg azokat a helyzeteket, amikben egyébként lehetne alkotni valamit. Mondjuk az szép volt, szépen összehoztuk, és közben hílelődök is vissza, de nem elegendő az, amit most csináltam. Hetedik helyezett vagyok jelen pillanatban, de simán bármikor is változhatnak ezen, és olyan gyorsan letelik ez az idő, amiben lehet valamit is csinálni ezen a Lone Star pályán, mintha nörfölték volna ezt a játékmódot, és hogy konkrétan alakítottak volna rajta, mert olyan gyorsan eltelt ez az idő, és egy hetedik helyezetet tudtunk lehozni, ami szerintem nem a legjobb sajnos, akárhogyan is nézzük, de nem is a legrosszabb, hiszen legalább 14 pontot kapunk, az nem a világ vége, és még mindig jobb, mint hogyha semmit nem kaptunk volna, és azért tegyük tisztában a dolgokat, hogy egész magas pontszámon vagyunk jelen pillanatban, szóval egyre nehezebb ellenfeleket kapunk folyamatosan, emiatt nehezebb is lesz alkotnunk. Még egyszer megpróbálom Leonnal, és hát tudunk valamit összehozni, egy jobbat esetleg, mert én úgy gondolom, hogy Lone Starban szerintem jó amúgy ez a karakter, egyszerűen arra kellene odafigyelni, hogy több lehetőséget tudjunk megragadni, hogy több fájlba tudjunk belemenni, és ne ez legyen, mint ami most volt, hogy lemaradok egy csomó mindenről. És az a probléma, hogy szerintem nem elég hosszú szerintem ez a Lone Star, kevés időt adnak arra, hogyan tudjál valamit csinálni a játékban, szóval jobb lenne, ha még rápadás lenne mondjuk egy perc konkrétan, mert most az olyan 2 perces játékidő, szerintem ez nagyon nudli. Tehát ez iszonyatosan kevés ahhoz, hogy el tudja dönteni valaki azt, hogy ki a jobb, és hogyan megérdemli a vint, bár ez a Leon ez például sokkal jobb volt, de tudjuk, hogy miért. Tudjuk, hogy miért, azért, mert rajta volt a cápa skin. Tehát nyilván nem azért, mert hogy tudott volna játszani, egyértelműen nem, hanem amiatt, mert konkrétan skines volt. És már jön is megint. Tehát tessék, nézzétek meg, tele vannak skinnel, és aratnak, mint az állat. Tehát látszik, hogy amúgy sokkal jobb játékosok. Azt a Pennyt, azt nagyon jó lenne kinyírni. Reméljük, hogy a Leon nem nyírta ki. Oké, de kinyírták.
nagyon rosszul állunk. Konkrétan még eddig ugye nincs is jelen pillanatban killünk, viszont most már ez változott, és 112 HP-nk maradt, ami nagyon keves. Úristen, és be is kaptam Crow-tól. Na hát Crow a másik karakter, akivel egyébként nagyon lehet itt aratni, hiszen ugye ő neki nagyon nagy range-e van, és folyamatosan poisonolni tudja itt az enemy-t, ami barom jól jön ki neki, sajnos, vagy nem sajnos, csak az a probléma inkább, hogy nekem nincsen meg. Crow viszont. Mi az az? Ott a damage! Na, az ilyen helyzetek kellenek, amikor valaki lelovoz valakit, és utána pedig ratatatázhatunk. El kellett volna nyomni talán a szuperemet, de annyiból nem probléma, nem nyomtam el, hogy most, amikor éledni fogok, akkor stealthből tudok támadni valakire, és ha látok egy olyat, akinek magasabb csillagszámai vannak, akkor azt el tudjuk venni, és akkor stealthből tudunk támadni valakire. Ójaj, ójaj, ójaj bizony, de még mennyire bizony, hogy ójaj. És majdnem el is talált? Azt mondja, majdnem eltalált? Ja, hogy lát is az ének köszönhetően, ugyanúgy a Turretnek köszönhetően, és 2 killt hoztunk, a Crow-t is leszettük autoattackkal. Hát mondanám azt, hogy profi voltam, de tényleg komolyan mondom, hogy az csak autoattack volt, úgyhogy egyáltalán nem volt az beszámítva, hogy azzal én most meg fogok itt tölni bárkit is. Nézzük, hogy a Leon esetleg ránk fog-e jönni, vagy sem, vagy valaki ránk közelíte. Oké, úgy néz ki, hogy a közben a Leon azért itt van, és a Leon megölt minket sajnos az utolsó pillanatban. A fene egye meg a száját, komolyan mondom, hogy az utolsó pillanatban képes, és ugyanúgy lehoztuk a hetest. Tudunk még hozni egy hetest? A hetes az egyébként egy nagyon szerencsés szám, de hogy az utolsó pillanatban ennyit visszaestünk konkrétan, pedig olyan szinten közel álltunk ahhoz, hogy ugye negyedikek voltunk, és baromi jó is volt, hogy nem értem, hogy egyszerűen hova kerültünk? Hogy mi történt velünk az utolsó pillanatokban? De beleugrunk a következő mérkőzésünkbe, és nagyon remélem, hogy hasonlóan jó meccseket tudunk játszani, mert ez a hetedik az nem vészes. Tehát nem kapunk pontszámot, és olyan, mint hogyha, ha most például lehozok megint egy ilyen 14-es pontot, akkor hát olyan, mint hogy egy másfél meccset nyertem volna. Ugye 3v3-ban, ha úgy számoljuk. Legyen akár jobb, valahogy ahhoz szerintem sokkal több fightot kellene bevállalni, és a Piper már ölt egy Piper, de én nem is tudom, hogy csinálják ezek, hogy instant tudnak ölni. Én nekem egyszerűen csak akkor menne maximum, ugye, hogyha le van valaki lovozva, akkor tudunk ugye kinyírni valakit, de most, hogyha itt például Shellyvel el kell tölteni egy tea délutánt, akkor megint nem lesz esélyünk arra, hogy ugye kinyírjunk valakit konkrétan. És az bejött ide az arcunkba rendesen. Azt ki kéne végezni nagyon, oké, legalább megölt. Csak ugye a Piper az leszedett minket, és ezáltal kapott ugye 3 sztárt, hiszen már mi megöltünk valakit, és ezzel ugye fentebb ment egy sztárunk, egy csillagunk, és már megint itt van a Penny. Én nagyon elkerülöm, és nem is fogok ezekkel foglalkozni, ezekkel a karakterekkel, hiszen csak húzza az időnket, viszont most őt meg lehetett volna gyilkolni, mint az állat, és meg is tettük ezt, és most akár mehetünk a Mortisra, akit kinyírunk, és szerezzük a csillagokat bizonyít az utolsóra. De hát a Piper konkrétan közelből is akkorákat sebez rám, hogy falat rakok tőle. És ki kéne szedni ezt a Pipert? Nagyon rá kéne mennünk innen most már ebből a távolságból, és ráadásként milyen izéje van, na milyen star power-je, hát a Hyper Star Power, viszont rá tudunk menni szerintem erre, rá bizony a Piper, az viszont el fog ugrani abban a pillanatban, ahogy teheti, már megy a Maci, és ugrani fog gondolom a Piper elfele. A Tara pedig be akar minket pullolni, a Macit kéne kinyírni, ez nagyon rossz egyébként, hogy az utolsó pillanatokban nem hagynak minket érvényesülni a játékban, hiszen mi történik? Az utolsót ki tudtuk nyírni? Bizony, hogy kinyírtuk! Bizony, hogy elloptuk azt a killt! Így kell csinálni! Hát erről szól a Lone Star! Az utolsó damage-et bevinni és azáltal jobb pozícióban végezni. Lehetne erről egy rap is akár. Ott van a második hely. Ezt kellett volna az első két mérkőzésben is csinálni. Hiába ugye magasabb pontszámon voltunk és magasabb játékosokkal játszottunk, valószínűleg jobban tudtunk teljesíteni. 34 pontot kaptunk, mint konkrétan, hogyha vineltünk volna egyet valamilyen 3v3-ban. Úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon jól sikerült ez a napi powerplay, srácok, szerintem egész jó lett ez, és így még biztosan van esélyünk arra, hogy az 1000 feletti pontszámot elérjük itt a season végére, sőt, szerintem amúgy még akár a felett is, 1100 mondjuk, összejöhetne? Hát nagyon örülnék neki, most megnézzük lokális szinten, hogy vajon hogy állunk ezzel a pontszámmal. Egy kicsikét visszább estünk sajnos, ugye 82. lettem, 59. körül voltunk, de lehet, hogy már elég sokan lejátszották ugye ezt a játékmódot. Ez még viszont mindig nem rossz, nagyon-nagyon jó, hogy a top 100-ban folyamatosan benne vagyunk, már nem is tudom, hanyadik napnál járunk itt
teljesít a powerplay-ben, és nagyon jól teljesítünk folyamatosan. Az a probléma inkább, hogy az első két mérkőzésen nem tudtuk elhozni azt, amit most itt az utolsó mérkőzésben megmutattunk, hogy igenis tudunk valamit alkotni, és így kellett volna a többiben is. Mire már ugye ráéreztem a játékra, addigra már a harmadik mérkőzésben voltunk, szóval ezért lenne érdemes az, hogy ha lenne esetleg egy második akont, ahol ugyanúgy le tudnám próbálni ezeket a powerplay-eket, és majd utána átjönnék a fő akontra, és ott meg jól tudnék utána teljesíteni, mert kell egy kicsike idő, hogy belecsöppenjünk ebbe a játékmódba, és hogy ráérezzünk az ízére. Srácok, hát írjátok le komment szekcióban, hogy nektek hogy ment ez a mai napi, hogy hol tartotok eddigiekben, és dobjatok egy hatalmas lájkot, illetve egy hatalmas feliratkozást, ha szeretnétek még a többi napi powerplay-ről is ugyanilyen királyságos videót látni. A következő videóban, srácok, találkozunk, legyetek jók, sziasztok!